A Game Day Iroda, ami egy szórakoztató csatorna, de videójátékokkal foglalkozik. Lehet ezt gondolni, hogy úristen, kik játszanak videójátékokkal, a 12 éves gyerekek. És én megnézem a YouTube statisztikát, hogy a mi célközönségünk, a mi nézőközönségünk 40%-a 25 év fölötti, 10%-a 45 év fölötti. Nem tudom, hogy mennyire bízhatok a YouTube Analytics-ben, hogy mennyire pontosan mér. De én úgy gondolom, hogy a 10% az bármilyen rossz mérési módszer mellett is messze túl van a hiba határon. Tehát konkrétan mi beletaláltunk egy olyan piaci résbe, hogy minket örömmel néznek, nagy valószínűséggel remélem, örömmel néznek azok a 45 év fölötti emberek, akik még a rendszerváltás környékén voltak, olyan idősek, mint mi is, és akkor kezdtek el játszani, és azóta is folyamatosan játszottak, de eddig nem találkoztak olyan tartalommal, ami őket kielégítette volna. A kommentelőink szokták írni, hogy igazából én eddig nem játszottam, de ez a játék nekem annyira tetszik, hogy ezt ki fogom próbálni. És az a vicces, hogy özömében csajok írják ezt. A nézőközönségünkhöz nagyban hozzájárul természetesen az, hogy Gergő bejelentette a saját csatornáján, aminek igen szép nézőszáma van, hogy mi elindítottuk ezt. Onnan jött egy jó adag néző. Ezzel tisztában vagyunk. De ez a nézőszám zúdulás, ez körülbelül olyan 25 és 30 ezer feliratkozó között megállt. Most állunk 60 ezer feliratkozónál, ami azt jelenti, hogy időközben, az elmúlt hónapok alatt viszont eljutottunk olyan nézőkig is, akiket a Game Day iroda nem fed le, viszont örülnek annak, hogy van egy olyan csatorna, ami máshogy beszél a játékokról, és a következő 30 ezer az már miattunk jött, a mi új formátumunk miatt jött, nem azért, mert nézi a Hollywood hírügynökség csatornát is. Szóval nagyon-nagyon-nagyon nagy piacéréseket lehet az interneten találni, és az ingyenes online felületek segítségével be is tömködni azokat. Nem egy esetben az volt, hogy nagy videójáték konzolgyártó cég, vagy videójáték kiadó cég keresett meg minket, hogy sziasztok srácok, borzasztó jó, amit csináltok, bármi, ami hozzánk köthető és szükségetek van rá, nagyon szívesen a rendelkezésetekre bocsátjuk, kölcsön adjuk a konzolt, kölcsön adjuk a játékot, szóljatok. A Game Day iroda kettő fronton tudja visszahozni szerintem a befektetésünket, és egyik se a YouTube monetizáció. Az elhanyagolható. Magyarországon egy kicsi piac, még nem költenek annyit, úgy érzem, interneten, mint amennyi szükséges lenne ahhoz, hogy megérje kőkeményen főállásban YouTube-ozni, de remélem, hogy eljön az ideje, mert hogyha megnézzük, hogy hogyan targetálható egy internetes hirdetés, akkor sokkal jobban lehet a pénzt elkölteni, mint bármilyen más médium esetén.